Tavaly láthattuk, hogyan sújtott le a világ vége Magyarországon, és hogyan menekült meg a 11 C a végzet előtt. Történt az Ozdaival a Maják szigetén a világ vége után. A végtelen életvitelt a sziget szelleme esthajnalcsillag csak hamar megelégelte.
voltak. Így gyorsan újra lett mindenkin az éhség, a szomjúság és a kilátástalanság. A sziget szelleme mindvégig nyomon követte a történéseket, és végül megesett a szíve a számhúzőkkel. A rejtvény hírére mindenki összeszedte maradék erejét, és töprengeni kezdett. A megfejtésre gyorsan fényderült, így elkezdték keresni a Twister maradványait a hajban. A szellem varázslata működésbe lépett. A nehéz időkben az osztály élére került Barna víz alatt találta magát, és nem értette, miért van egyedül. Még ezen elmélkedett, észrevette, hogy tud lélegezni a víz alatt, és a félhomályban körvonalazódott számára az ismerős helyszín, az iskola. Az osztály keresésére indult, de miután háromszor körbeutazta az épületet, kezdte felaludni. Egyszer csak mozgást vélt felfedezni az egyik folyosó végén, és igen érdekes látvány fogadta, ahogyan odaért. Ha incontrato per strada.
helyiségbe, ahol egy óriási dugót vért hősünk felfedezni. Egyetlen hatalmas rántással kimozdította a jókora dugót a helyről, és csak a szerencsének köszönhette, hogy a meginduló víztömeg nem rántotta magával. Habár ezzel egy időben odakint is visszaállt minden a régi kerékvágásba, az osztály még mindig nem került elő. Egyetlen hely futott át barna agyán, bár ő sem hitte komolyan, hogy pont ott lenne rá az elveszettekben. We'll be right back.
Akik már lementek, hogy feljöttek, mikor hívjuk őket. És meg szeretném köszönni a közönségnek, hogy végignéztek minket, és az osztályhoz lenne egy-két szavam. Köszönöm nektek, hogy lehettek a diákigazgató jelöltetek. Köszönöm az egész fáradalmas munkátokat, amit az elmúlt hetekben nyújtottatok, az esti próbákat, azt, hogy otthon is gyakoroltatok, és azt, hogy most ennyien itt lehetünk. Meg szeretném köszönni a felfőnöknek, hogy kibírta az osztályt. És még egyszer annyit, hogy köszönjük!